A Tinódi Ház színház termében gyűltek össze a Civil Akadémia kihelyezett programjára, amelyet a Civil Összefogás Fórum helyi csoportja szervezett. Futó Péter, a dombovári szervezet elnöke elmondta, a rendezvénynek itt helyben is van létjogosultsága. Civil Összefogás Fórum Dombovár klubjának meghívására dr. Lomnici Zoltán érkezik hozzánk. Lomnici Zoltán a századvég intézetnek a jogi szakértője. Rend és káosz című előadással tart egy kis szemelvényt a közönség számára. Jelenleg Európában és az egész világon, sőt Magyarországon is különböző érdekek mentén kvázi érdekháború zajlik. Különböző érdekek mentén különböző civil szervezetek és pártok feszülnek egymáshoz. Ilyen apropóból gondoltuk Lomnici Zoltánnak a tájékoztató előadását Dombovárra hozni. Ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum és Közhasznú Alapítvány szóvivője az eseményen beszélt arról, hogy a civil szervezetekre mekkora szüksége van hazánknak, és hogy szerepük, munkájuk a jövőben fel fog értékelődni. A mostani előadásnak talán leginkább az az apropója, hogy valamilyen szinten fel kell készülnünk arra, ami 2021-ben ránk civilekre, nemzeti érzelmű civilekre is vár. Nyilván egy rendkívül kemény kampány várható. A csatatér az nem csak a parlamentben lesz tetten érhető, hanem a parlamenten kívül is. A civil közéleti tevékenység felértékelődik, és mindazok a nemzeti civil mozgalmak, amelyek akár itt Dombóváron, a különböző CÖF-klubok, azok jelentősége is megnő. A Civil Összefogás Fórum a Hősök terén alakult meg 2009-ben olyan kiváló személyek közreműködésével, mint Makovec Imre, Csizmadia László, Fritz Tamás, vagy éppen Bence Izabella, és egy olyan mozgalmat indítottak útjára, amely a mai napig elmondhatja, hogy csak magyar támogatásból működik. Az adófizetők, magánadományozók és időnként cégek is kitüntetik a figyelmükkel, de még így is azt mondhatjuk, hogy mindenfajta olyan csábításnak eddig a szervezet ellenállt, amely letérítette volna arról az útról, amely rögös, és amely miatt azért nagyon sok támadást kap a balliberális oldalról, nevezetesen, hogy nem hajlandó beállni a sorba, nem hajlandó a brüsszeli kórussal együtt zengeni azt, hogy egy Európai Egyesült Államokat szeretné, hanem kiáll a magyar függetlenségért. És bármilyen furcsa, 3/2 után még mindig vannak olyan szegmensei a közéletnek, ahol ellenzékben van a nemzeti oldal, és ezt a folyamatot szeretnénk megváltoztatni 2022-ben, aztán a későbbiek során is folyamatosan, amíg erőnkből telik. A rendezvénysorozat dombovári állomásán a házigazda szerepét Szabó Anett média szakember töltötte be. Az akadémiának mindig van egy-egy neves vendége, olyan hiteles személyiség, aki példa lehet nem csak a civilek, de bármely ember számára. Ez alkalommal Kisfaludi Zsófia színművésztett eleget a meghívásnak.